Hat település, Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Pirice és Nyírbéltek volt érintett abban a projektben, amelynek eredményeként közel 3500 ingatlan tud rácsatlakozni a szennyvíz elvezető rendszerre. Az új Encsencsi, valamint a felújított nyírbátori telepen éves szinten 500 ezer köbméter szennyvizet tisztítanak meg. Az Encsencsi létesítmény átadásán a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára a beruházás üzenet értékét emelte ki beszédében. A lényeg az, hogy a települések és az emberek összefogásával, a kormánnyal együtt fejlődés van. A másik, ami üzenetértéke, hogy szennyvíztisztító telepet adunk most át. Megint csak magában a telep megnevezésében már benne van az üzenet is, ami ugye arról szól, hogy megtisztul a környezetünk, arról szól, hogy környezettudatosan próbálunk élni, arról szól, hogy azok az állapotok, amik korábban itt a környéken jellemzőek voltak, azaz, hogy nem volt megfelelő szennyvízkezelés, ez most végre a 21. században megváltozik. A térség országgyűlési képviselője Simon Miklós elmondta, a fenntartható fejlődés szempontjából fontos, hogy az évi 500 000 köbméter megtisztított szennyvíz a jövőben már nem terheli a talajt és a felszín alatti vizeket. Mi ebből a földből élünk, hát mezőgazdasági terület, a nyírség, és eddig szerintem nem eléggé vigyáztunk a termőföldjeinkre. Ilyen tekintetben nagyon fontos, hogy 14 településen a 32 közül szennyvíz beruházás zajlott az elmúlt időszakban, többek között itt Encsencsen is, ez 6 települést érint. Szerintem javul a honpolgárok életminősége, hiszen a szennyvizet nem szippantani kell és úgy kiszállítani, hanem egy hálózat továbbítja, és ami nagyon fontos, hogy tisztított lesz. Encsencsen több mint 500 lakóingatlant érint a hálózat kiépítése, ezzel közel 2000 ember életkörülményei javulnak a településen. A településünk lakossága számára rendkívül drága volt az ippantott szennyvíz elszállítása, és ez felvetett sajnos környezetvédelmi kérdéseket is. Ma már így, hogy a településen kiépült a szennyvízhálózat, megépült a szennyvíztisztító, így lehetőség van a jövőben arra, hogy tisztított szennyvíz kerüljön ki a településünkről. Az érintett településeken a próbaüzem kezdete óta folyamatosak a lakossági rákötések. A jelenlegi 50% körüli aránya a tervek szerint jövő év nyarára elérheti a 100%-ot.